Magasra szökkelve ugráltak ki az őket szállító teherautóból a muflonok. Kedden 30 egyedet engedtek szabadon a Vajdaság erdői közvállalat szabadkai vadászterületén. A migránsválság miatt jelentősen megcsappant a vadállomány, amit most próbálnak feljavítani. Kada je počela kriza 2015. godine, matični fondovi su bili preko 130 muflona i preko 100 jelena lopatara. Vi znate o kom broju izbjeglica se radi, odnosno migranata koji su prošli kroz ovo područje i jednostavno to je nešto što je zadesilo čitavu Evropu i ovo lovište jednostavno nije ostalo imuno. Došlo je do velike štete, ukupna dužina ograde, ograđenog do ovog lovišta je 9,7 km. Znači, praktično 70% ograde je oštećeno. Oni nisu tu divljač odstreljivali, ubijali, tako dalje, nego prosto divljač je jednostavno izašla napolje. A makhetesi erdőben található vadászterületre 30 dámvadat is telepítettek. A jelenleg 460 hektárt kitevő bekerített területet 764 hektárosra bővítik, így jelentősen megnő a vadtenyésztési kapacitás is. Ezzel optimális szintre hoztuk a vadállományt, és a vadállomány itt tovább tud fejlődni. Itt egyébként tenyésztelepeket fogunk létesíteni, amit 2024-ben fogunk befejezni, tehát 82 hektáron lesz a muflonoknak egy tenyésztelep, 5 részre felosztva, 78 hektáron pedig a dámszarvasoknak, és a tenyésztelepekből tovább szándékozunk élő vadatkat tovább eladni, akiknek, mert úgy a piac azt mutatja, hogy szükség van az élő vadak tovább eladására. A biológiai sokszínűség mellett a szabadkai vadászterület a trófea potenciál szempontjából is jelentősen javult a 60 állat betelepítésével, ami nagyobb vonzerőt jelent a külföldi vadászok ide csalogatására.